Sziasztok, itt újra lesz után. Azaz, hogy boldog új évet mindenkinek. Mert most évadzárat fogok tartani, miközben az ezt után két szigénycés összefoglalóval. Szóval, hogy sikerült idáig eljutni, hogy már másfél éve, hogy már belkezdtem a videójáték kommentálásba, és már összegyűjtöttem összesen 531.946 megtekintést és 8320 körüli feliratkozót. Sokkal jobb lettem, mint tavaly. Tavaly kurva kevés volt. És mennyi videóm van jelenleg? És itt már mindenféle dolog engedélyezve van. A bevételszerzés, a csatornatagság, a Super Chat, hosszú videó, és minden. Jó, akkor most kezdjük onnét, hogy ezután 2019-es évben a januártól volt az a évanyító második rész. Mert úgyis a 2019-ről fog ezt szólni. Augusztus, június, május, február 18, január 1, innentől kezdjük. Szóval az évanyítót ezzel kezdtem, hogy bejelentem, hogy miket mondok. Aztán innen folytattam Phoenix Wright észítői 3. epizódjától. Ez a kivaszó gátyapok. Hát ez az a rész, ahol még elég kevesen néztik a videómat jelenleg. Nagy kár, hogy nem nézitek, mert annyi nézni valóban itt ebben. Ez a kivaszó gátyapok, hát itt rengeteget idegeskedtem ezen. A best of-ban van a kérdésre a válasz, úgyhogy úgy sem megyek rá. Ja, még valami. A rajongóim állítása szerint José atyának köszönhetem, hogy felgyorsult a feliratkozóim száma, úgyhogy köszönhetet is mondanék neki. Úgyhogy folytassuk tovább. Igen, Dead Rising 2. Igen, az első kihívás. Amikor úgy döntöttem, a legjobb kihívást tartok. Ezt bírtam ki 2 perc alatt. És legalább 5700-an látták. Hát ezt nézzük csak meg. Első. Igen, kösz. Kösz, hogy ezt írtad. Ez a rekordom, ez egy levegős rekord. Nézzétek, hol is van ez a... 2 perc. Nem tudom ki, hogy jöttek. 2 perc, 7 másodperc, fontosan. Igen, itt tartottunk. Dead Rising, Phoenix Wright, honfoglaló. Csak az 5. szinte az úgysem számít. Igen, ezt 59 halál megcsináltam. Megcsináltam ezt nehézzel. Unfair Mario, azt is megcsináltam. Sonic Unfair No Death-fel. És hol kell nézni a bizonyítékot ehhez? Ne, Lici, tükör, hogy
Mit csinálod ezt? Gyerünk! Úgyhogy ott nem volt webkamera, de Windows... Mit szíves, ne! Más laptopról csináltam, ahol webkamera. Nem tudok feljutni. Legalábbis így nem. Sikerült! Megvan! Nem most megyél fönt! Még nincs itt az idő. Jó. Most? Takarodj innen. Igen. Majd nem mehet mozdulni. Yes! Na, látjátok? Nulla halál. Tökéletes teljesítmény. Na, lássuk mit itt. Neked van bajod van? Hát megmondom én mi a válaszom erre. Azoknak van bajok, akik elutasítottak engem a munkából. Nos, gyímát abdás, igen. Na itt mutattam be ezután 4-8-át, és abból csináltam azt a ezutános pólót, azt a másodikat. Ott jelentettem be, amikor normális vagyok, amikor szemüveges, amikor ördögszavat viselek, meg ördögszavat és szemüveget. A vízköpő kihívás. Hát tá, hogy nem hisztitek túl sokan azt, tudnátok, hogy mit csináltam. Látjátok ezt a reakciót? Ha hangot adok, akkor kezd már folyni a víz. Két győzelem, egy vereség. Ilyenkor nincs lehetőség, kemény megszólalni se. Fable Lost Chapters, Tomb Raider. Ezt nem kell nézni. Menjünk tovább. Na itt aztán elég ideges vagyok, az biztos. Főleg amikor gombák sokan voltak. Ja, ez az a rész. Na itt jöttem le Sticky Keys-t. Na itt nyertem meg a mini bajnokságot, mutatom is a bizonyítékot. Sziasztok, itt újra ez után. Ez kurva jó. Igen. Igen. Bizony, megértem ekkor, és meg volt ez az arany trófea. Na ez volt az egyik a legkemény csatáim között. RuneScape-em is volt, meg Hearthstone is. Na, én csináltam egy szuper gyors rekordot, 55 perc alatt megcsináltam. Pedig ez olyan 62-es szintű volt. A pillanattól kezdve, hogy február 7-től kezdve lehet látni ezt a logót. Már akkor készült igazán a logó, meg csináltam akkor saját Facebookot és Twittert is.
Ez a harmadik versmondásom. Már ezen látták, 34 like, 2 dislike. Ezt nehézzel csináltam. Na ilyenkor, na ettől a pillanatok kezdve használom először a fénykardot. És már 37 ezer nézettségem lett vele. És miért? A Lego Star Wars végigjátszás miatt. Ott használom a legtöbbet. Mert bárhogyan el akarom venni a közösséget, hogy nézzen. Na kell minél nagyobb hülyeségekkel. Ryan Kumo, itt a Super Boss győztem le. A káromkodásban elég vicces volt a rész, amikor a hős kimondta, hogy shit. Nekiálltam, hogy popozogjék vagyunk. Ja, a weboldalt is készítettem, na! Én már a weboldal, ez itt a weboldal, úgyhogy már mutatom is, hogy hogy néz ki ez a weboldal. És hogy milyen frissítést adott. Mennyit frissít most jelenleg? Tehát ez egy álnév és internetes alkozás egyben. Leszkés Zoltán az alkotója, videójáték kommentátor magyar és angol nyelven. Amikor így LC-t láttok, azt jelenti, hogy angolul kommentálok. Veterán szintű játékos. Nyitai kedben jó, a komármiás legjobb videójátékosa. A logóban lévő koronával jelképezem, hogy a videójátékok királya vagyok. Tízszer ügyesebb, mint egy átlagos játékos az idén körül játékok miatt. Már annyira ügyes is vagyok, hogy még szolgént is le tudom győzni az I Wanna Be The Boss-ban. Hát hiszem, hogy DM akkor kezdődött, amikor Nintendoztam. Többnyire japán játékot játszottam. Tehetségemet a japán játékodnak, a stratégiáimnak és a YouTube-nak köszönhetem. Sose adok fel játékot, bármilyen áron kijátszom azt. Még a legnagyobb kint is elviselem. És mit lehet ezen érteni, hogy még 10 000 halált is elszenvedek. És a legemlékezetesebb győzelem. Az I Won't Appreciate Meteor Stream, amikor túléltem a világ leghosszabb Warden csatáját. Túl egyet pokolban megnyertem őrülben. I Won't Kill Kamiya 50 perc, 18 másodperc, a világ 8. leggyorsabb köre. 12 órás Dead Rising maraton. Ó, ezt át kell írnom. Ezt elfelejtettem átírni. Jó, olvasom is a problémát. 17 nap, 1 óra és 7 perc. Aki nem hiszi, YouTube-on ott a bizonyíték. Közzételéve. Na így kell közzétenni egyet, aki a weboldalt akar használni. Na, így most már rendesen ki van írva. Egy világrekord, egy Fable Anniversary maraton 16,5 óra alatt. I Wanna Be Easy, tökéletes teljesítménye. A legtöbb halált elszenvedés, amit igazoltan felvettem, az I Wanna Be The Bossy Hardon módban 4140 halállal. Összes kincs és ládát megszerezve. Milyen innovációkat lehet tőle megismerni? Ja, igen, nézési időm csak 2019. szeptemberében gyorsult fel igazán, és már a csatornája alkalmas bevétel szerzésre. Hogy maximalizálhassam a játékszerelemem, rengeteg kínszenvedést kell elviselnem, hogy győzzek. Hogy még a világ legnehezebb játékait is megnyerjem. Az I Wanna Kill The Kamiya 3 a legnagyobb ellenfelem. Szlovákia a legjobb játékosa lehetek vele. A videójátékok ördöge, vagy esetleg még legendás játékos is. Amikor a Phoenix Wright végigjátszást csinálok, Objection kiáltok. Gyakorít, hogy ez után kontra XY boss.
Akkor tombolkoz örömtől, ha őrületesen nehéz játékokban adok győzelmet. Ha gonosz végjátszást csinálok, ördög szalat veszek fel. Kiásokat azért teszek fel, hogy nézés időmet felgyorsítsam. Ha jelírás kihívást rendezek, akkor tőlem pár szót lehet tanulni japánul. A 2018-os nem érdekes. Ezt négy része osztottam, mert túl sok, mert tudtam előre, hogy túl sok lesz belőle. Például ez, hogy október 1 és december 31-ig között. Na, ez minden felkerült ide. Győzelmeim listája. Ilyen hosszú lett már most. Látjátok ezt a felszerelésű Facebookot? Ezt csak a Facebookon lehet látni. YouTube-on azért nincs fönt, mert nem felel meg az irányelveknek. Azért nem láthatjátok ottan. Aki látni akarja, az nézzen be a Facebookomra. Meg aztán 1000 darabos pászlót is teljesen kiraktam, és most rakok ki egy 1500 darabosat. De nehogy azt higgyétek, hogy csak ennyit nyertem meg, mert még van itt is. Azért csináltam külön, hogy ne kelljen túl sokat lapozni. Ez a sok, az iPhone a fennjátékokból már több ezer létezik a világon. Ebből megnyertem az iPhone Killer kameráját, az Choco Choco, GGM, Appreciate Meteor Stream, Fangame, Enjoy the Game, Needle Master, Challenge 100 Trials, Yuhu Spike, Easy, Conquer the Block Game, The Little Runner, The Guy, The Crisis, The Perfect Betty, The Bashi. Tehát ez az a legnehezebb, meg főleg ez. Van Craig Lee végigjátszásuk, amikor Game Over néki akarná végig csinálni, hogy szerepel benne halál, de nem vesztem el az összes életemet. Ezekből körülbelül ennyi van. És köztük még Nintendo is van, meg Damaku csata is. Ezután kettes győzelmisták. Na, ezután kettes csatornát is alapítottam. Mert rájöttem, hogy az nem elég, hogyha egy csatornán van, tennem is kell róla, hogy a csődő minél jobban ellehetetlen. Hogy minél jobban ellehetetleníthessem a csőd esélyét. Ezért hoztam létre ezt is. És ebből már három győzelem már látható. Aztán egyesített végjátszások. Végjátszások ördögszarva. Először csak a Fabled Lost Chapters van ott, meg a Battlefieldből. Amikor németekkel vagyok. De majd számolhattok még azzal, hogy Mass Effect is bekerül majd ide, Dragon Age. Meg a Star Warsból a KOTOR. Utána League of Legends. Ezt részekre bontom. Ez azért van, mert az összes hőssel akarnék győzelmet aratni. Co-Control AI-ban és PvP-ben is. Aztán NES. Wacky Races. Ájjaj, még egyet kifelejtettem, de... De ha jól tudom, akkor bizonyára már fent van az az egy. Na, ez lenne a 12. Ace Attorney végjátszások. Már teljesen megvan itt az Ace Attorney, meg a Justice for All. Trials and Tribulations-ben kettő van, de azt még nem töltöttem idebe. Itt, ez azért került ide, mert ez külön van. Na ez akar azok, amiket minden áron meg akar nyerni. Ebből az összeset. Tomb Raider végjátszás. Hát most nem igazán adtam vele, mert csak az elsőt, az Unfinished Business, meg a kettes nyertem meg. De igyekszem minél hamarabb belekezdni abba is. Még lehet, hogy az Anyways-aival akarán fogni, aztán Legion, Demon, az Underworld-en. Indie Horror végjátszások. Illusion, The Eyes the Horror Game, Five Nights at Freddy's, Outlast, Dread Out, Layers of Fear, The Park, Battlefield. Ez csak az 1942-es van itt. Az iPhone fennjátékokat is külön részekre bontottam. Azért van ez, mert ide egy részesek kerülnek, vagy kettő. Ezek mind egy részesek, vagy kettő. Ez két órás,
Aztán Fangamerből 7 videó van, U20-ból még egyelőre 3, de még van több szériája is, az is hozzákerül majd. Aztán az I Wanna Be The Guy, az megcsináltam nehézeit. Az I Wanna Be The Boss ebből 25 videó van, Hardon módban. Pokémon végigjátszású. Pokémon végigjátszás, most egyelőre csak a Pokémon Yellow látható. De én az összes ligát meg akarnám itt nyerni. Golfik. Ezek a szériák fognak ide bekerülni. De csak egyelőre a Golfik van itt. The Walking Dead végigjátszások. A két óra... A másfél-két órás végigjátszások. Ezek mind ide fognak kerülni. Egészen a... negyedik évadig. Toho Project. Ebből nagyon sok széria van, körülbelül ennyi. Ezeket mind ki akarnám játszani, és az összes csalt le akarom itt győzni. Dámakuban is, meg verekedése is. Angol nyelvű végijátszások, na ez az EC. Ha EC-t láttok, azt jelenti, hogy angolul beszélek. Azért találtam ki, mert Szlovákia és Magyarország, Soványország, míg Amerika, Ausztrália és Egyesült Királyság kövére, mint tehát az angolok vannak többen. Meg persze a magyarországiak nem tanulnak szlovák nyelvet, tehát miért próbálnék ki szlovák nyelvű végijátszást? Reakcióvideók és kívások ide kerülnek. Tehát itt lehet nézegetni őket. Itt azért... Itt máslatón voltam akkor, amikor így nézek ki. De most mivel... A felbontás vagy megváltozott, így jött ki. Viccek és versmondások itt láthatóak. Best of és top 10 itt. Itt megtalálhatjátok a legjobb pillanataimat. Tehát mi össze-vissza so... A helyére raktam mindent, hogy ne kelljen állandóan lapozgatni. Így most már tudjátok, hogy mi hol van. De meg egyéb videók kerülnek, amik elkülönülnek még a végijátszásoktól, a kihívásoktól, a viccektől, a legjobb pillanatoktól, stb. És a bolókat is ide teszem. Meg már csatornatagságom is van. Ez ezt után 2-es csatorna. Na erre az oldal kerülnek olyan vígjátszások, amiket az ezt után 2-es csatornára teszek fel. És végig a puzzle kirakások. Na ide teszem fel a puzzle kirakásokat, hogy azt is külön tehát ezt is külön tettem. Itt az 500 darabos, itt az 1000-es. Oké. Okay. Vádlóból vádlott. Lehet. Ez ugyanaz, mint azt mondanám, ügyészből vádlott. Durva karácsony per, ilyenkor küzdök már Manfred von Karmával. A legnehezebb nehézsi szinten adtam be egy gólt. És mindjárt mutatom azt a bizonyítékot. Nem baj. Na így adtam meg a gólt. De ez volt az egyetlen gól. Amikor eljátszom támas szerepét, az kár, hogy nem nézték sokan, mert akkor meséltem arról, hogy Szelim hogyan viselkedett. Tehát úgy hoztam meg a döntést, ahogy Szelim hozta. Akkor ez a box maraton, ez 4 órás lett. Dámakú párbaj.
Azt inkább nem mutatom. Ultramészállás. Na, így győztem le a legerősebb ügyészt. Na, a bajos lányok, ilyenkor használom először a lézerkardot. Még az érdekes bemutatókkal. Na, így. Aj, ká, hogy csak 9-szer látták ezt. Itt elfelejtettem felhangosítani, de mindegy, futamot megnyertem Walterre. Ez az Extra Compilation. Mindegyik karakterrel legyőztem Ron Jakumot, a Super Boss-t. A Best of-ban is benne van, hogy támad. Prepay az nem érdekes, seprű kihívás. Nézzétek meg bele pár részt. Még mindig tartom. És még mindig tartom, még 20 perc eteltével is. Mindjárt le fog esni. És ilyenkor esett le. Na, ilyen jó tanár bácsi. Ez 18 pluszos. Na, itt már az első négy megvolt. Meg mert akció az nem érdekes. Yukari Yakumo. A legnehezebb igazolt Dalmarcus csatám. Mikor Yukari győztem le, mert 11 spéci fogással támadott. Tesszazinkóból később volt válkozni. Mi volt ebben nagyon vicces? Tehát mindent át kell nézni. Nem hagyja, hogy ezt átnézz. Ki ez a kocsi? Még egy bizonyítékot mutat, ami hasznos lesz majd később. Tehát 5-12-15 volt történetett a gyilkosság. Látjuk, mit szintünk. Ez kell a zsarom, ez úgy bizony.
És miért olyan vicces, mert egy körtefejű zsaru. Na erről mondtam azt a viccet, hogy körtefejű zsaru. Vicces külsejű zsaru valomás. Na itt kell kihallgatni Mike Binkist. Jó, megröntetett, az biztos. Káut. Na itt látható először, hogy verekszem. Itt van egy bemutató a top 10-ből. Ki is a kezemben. Na itt már alkalom a szokám, mert ahogy benne van a top 10-ben is. Csak hagyja, hogy ezt csinálja! Hát bizony, elég hülye volt a bíró, csak... Hát még bíró annyira hülye, hogy hagyja, hogy csinál. Ne aggódj, hogy később volt haj a szokám. A videó után majd leborfálom. Golfik végjátszások, ezt nem kérdik, és V betűs Rage-nek kineveztem, mert mindenki, melyik a neve V-vel kezdődik. Összes bizonyíték. IQ teszt. Gondoltam a nézettség megnövelésére csinálok egy IQ tesztet is. Gondoltam felmérem élőben, hogy milyen az intelligenciám. Na az utolsó rész a Phoenix Fire Ace Attorney-nek. Majd a Bábel most, akkor ez végigjátos volt. Na itt... itt alakult meg az első S-Sultan póló. Ami, tehát május 3-ban készítettem ezt a polót. Ez a logós dolog csak egy bemelegítő volt, mert már elkészült a második is. Miért találtam ki, hogy elején kerüljön ez, meg hátulra az. Hátulra mindig ugyanaz fog kerülni. De az eleje lesz mindig más. Pikírozó kihívás. Gondoltam azt is, hogy nő lehet a nézettség, hogyha a munkában csinálok valamiféle videót. Azzal, hogy használom a kamerámat. Ja, még valami. Biztosan nem sejtitek, milyen folytó kamerával videóztam folytó, meg fényképeztem. Hát ezzel csináltam. Na ez is egy full style Rage game volt. Igen, itt van. A győzelemért mindenki interviselek. És ez alatt azt is lehet érteni, hogy 10 000 halált is. De itt 1416 halált szenvedtem. Birodalom visszavág. Újabb Nintendo. Phoenix Wright Ace Attorney-ből is csinálok legjobb pillanatokat. Az azért teszem, mert na, ez egy kurva vicces végjátszás. Nagyon sok röjjes dolgot lehet látni itten. A breakdownok mindig viccesek. Mert aztán bóc viccei, meg hogy így báb ütögeti a gazdáját. Francisca von Karma, ostora. Vízivó kias, ez 32 000 nézettséget hozott mára. Ez az a pillanat, amikor 12 percet ittam ki. 12 perc alatt kiittam 2 literes limonádét. Na de van a...
Van valami, rettentően utálok, amikor megjegyzéseket írnak nekem. Amikor azt kérjük, hogy 3 literes kihívást csináljak. Hát mondok én majd, van bizonyíték arra, hogy 3 liter energiai tartó meghalsz. Még akár egyszer csinálod, akár nem. Tehát nem lehetetlen az, hogy meghalj egy 3 literes tejtől. Vagy lehet, hogy csak hánysz egyszerűen. De az is rossz. Én utálok hányni. Örülök neki, hogy a 2 litertől nem hánytam. Úgyhogy nem erjétek mi. Úgyhogy fejezzétek be még egyszer mondom, mert nem akarok hányni. Aki rá akar venni, hogy hányok egy adót, az nem rajongó. Azt nem fogom rajongónak tekinteni. Palacsinta evő kihívás, tehát megettem el. Csak egyszer fordult el, hogy 8 palacsintát ettem volna. Megsütöttem és aztán ettem fokozatosan. Amilyen gyorsan csak lehetett. Hát ez az adta az ötletet a palacsintai kihívás, amikor a malomnál, is amikor malomnál kellett 10 palacsintát ennie a versenyzőknek. Na ilyenkor kezdődik a Justice War-ral. Attól szépen, akkor a 8. részéig tudtam eljutni. Ember kontra Yukari-ból csináltam. Hát ennek mi az érdekessége? Felmérni a rajzfilmben való harcot az én végjátszásommal. Hogy lehet ezt megkülönböztetni? Mutatok egy példát. Yakumo. Tehát innen kezdődik. Na, ez keményebb, mint amit rám művelt velem. Biztos, nem melyet találni. Igen, szopatos. Bounded Curse of Dreams and Reality. Figyeljtek, hogyan foglaltam el. Jó, persze nem tudom, el kell foglalnom, mert nem tudok bombát nyomni. Igen, ez volt. Na ugye itt leállítottam, akkor az én vigyázzásom a kezdét így. Pedig vegyetek különbséget innét. Aztán jött a rajzfilmes rész. Lássuk animében, hogyan csináltak meg ezt a spécifikát. Na, itt állítottam meg, mert a spicifogás nem véget ért. Ez Rémi a kismájszának nem okozott gondot. Tehát először Rémus Májszák küzd meg Yukarival. Szákujá csak később csatlakozik hozzájuk. A 11. spicifogásnál, hogy adtam győzelmet. Igen, és így győztem le Yukarit. Tehát erősebb vagyok, mint Yukari. Aki nem tudja, az velem nem versenyezhet. Bizony, ahogy mondtam. Nem versenyezhet velem az, aki nem tudja legyőzni Yukari. És olyan legendás Yukari, mint Pokémon van Mewtwo.
Lássuk, Dream, hogy fejezte ezt be. Ezt a Smithy-nak egyedül kell foglalnia. Mert Mike-Type Takuya már megsérül. Na, és így jössz tele. Tehát így jössz. Jó, akkor menjünk tovább. Punky kalandjai. Ezt első alkalommal vittem végig. Perfection Time, még bizony benne kellett, hogy legyen a top 10-ben, mert senki nem tudott kinyírni. Na, itt lehetett először megismerni a Psylocke-ot. Hogy néz ki a Psylocke? De megkívülj be a bűnti helyszínét. Mindenki ki kell kérdezni. Na, pontosan így néz ki a Psylocke. Az igazság kiderítésével lehet ezt feloldani. Lehet 1, 2, 3, 4 és akár 5 is. Ezekből. Még Facebookos játékos is csináltam már. Ezt lehetetlen csináltam meg. Ez az a pillanat, amikor az ügyésznő mindenkit leostoroz. Itt másfél millióig jutottam el. A fájdalom győzem, amikor ájulásig ostorozza Francisca Moncarma Phoenix Wright-ot. De fel kell. Úgyhogy nem fog fájni. Au! Au! Most aztán elájult. Hülye picsa. Meg... Bizony. Hát milyen kegyetlen volt, hát... Meg... Hát azt mondtam rá, hogy hülye picsa. Hát ilyen személyiséget, hogy győzelemét leostorozni, meg hogy... Még ha jó vász, még akkor is leostorozott. Ilyen kegyetlen nő. És még ügyésznek meg nevezni magát. Na, Poki most végigjátszás, amikor már benne akarok lenni egy ligában, ahol legyőzöm a bajnokot. Hát bocs, hogy ebben nem kezdtem bele olyan sokat, de annyi végigjátszásom volt, hogy nem igazán tudtam belekezni. Az utolsó Nintendo-s végigjátszás. Na itt elmagyarázom, hogy milyen tanuló voltam. Mert bárhogyan rá akarom menni a közönséget, hogy nézzen. Ha kell, ezért még a néhány titkot is felfedek. Balackevő kivívás. Hát ebből úgy 60-at tettem meg. Nem értem, miért veszitek komolyan, hogy egy kicsit babázom. Hát itt talán nem hülyéskedtek. Azért PewDiePie sem különb nálam. És megint is mondom előre, hogyha PewDiePie normálisan viselkedett volna, nem keresett volna sok pénzt. Na itt már kezdődik az 1000 darabos pázlok kirakás. Kukoricával is bementem. Tudtam, hogy veszélytelen, mert ő csak megsír, egy kicsit szurkálja a fejedet. Na, amikor kezdtem az I Wanna Be The Guy-ban. Voidance csata. Na itt a rakéta csapattal is meg kell küzdeni. Impossible game. Még nem fejeztem be teljesen. Én csak Pikachu-t használtam Raichu ellen.
Na, ez az a pillanat, amikor megalapítottam az S-Sultan 2-es csatornát. Most nézzünk abba is bele. De ehhez ki kell szállnom egyelőre. Vagy várjunk csak, talán mégsem. Csak meg kell írnom, hogy S-Sultan 2. Most jelenleg az S-Sultan 2-es csatornámon 196 feliratkozó van, 25 videóval. Hát ide benne van Gris, az Ashen, meg a Catherine Classic. De ez nem hozza igazán nagy nézettséget, hát nem is értem miért nem nézik. Miért nem nézi senki? Hát ezt felfogni nem tudom. Pedig én megmondtam nekik. Itt újfajta végigjátszást lehet látni. Mert ez nem sokan majd nőni fog. Amikor eljön a 2020, már 2020-as végigjátszás már látható lesz. Még 2019-es. A Catherine Cressy-t, Grist és a Bright Memory-t már megcsináltam. Az Ashenbin nem fejeztem be. Kb. Már itt tartok. És mondanék mi is még valamit az S-Sultan 2-ről. Ott nem fog évadzárót tartani. Itt nem fog kihívásokat rendezni. És nem semmilyen évadzáró. De így best of se. Ha lenne best of, azt nem az S-Sultan 2-re tenném fel. Hol hagytam abba? Ringlish Bay kihívás. Hát igen, úgy gondoltam, hogy kipróbálok valamit a körhintákból. Hát ez volt az első. Bocs, hogy nem láthattatok túl sok mindent. De kapaszkodnom kellett, így nem tudtam hová tenni a kamerát. Még el is kellett rejtenem, nem az őr előtt, hát ha el akarja venni tőlem azt a kamerát, hát ha nem akarja, hogy kamera legyen nálam. Aztán egy újabb maraton, 8 órás, ez az egyik, ez a másik. Kurva szó ideig tartott ezt feltölteni. És angolul beszéltem itt végig, és senki nem tudott legyőzni heroic módban, pedig ez volt a legnehezebb nehézség szint. Igen. De első évalból csináltam úgy, hogy 2018 második felétől 2019 első feléig, mert 2018 második felében alapítottam a csatornát. Itt már FIFA 10 is látható. Itt csak akkor lesz végigjátszás, hogy a döntetlent hozok létre, vagy győzelmet. Hát megmutattam, hogy már láthatóak itten képek a Google oldalán. Ja, még valamit akartam volna mondani. Már csináltam egy bemutató a Gladiátusból is. És nézzétek, már 7. helyen állok. Méghozzá 9.331.155 becsületi pontszámmal. Ezt, most ezt emelem egy kicsit. Mindegyikkel. Ezzel sem szünetelek, nem fogok leállni, soha. Ha csak a rendszer úgy nem, ha csak a fejlesztők úgy nem döntenek, hogy már elég volt. Mert egyszer már történt, már játszottam kassúróval, de aztán már nem lehetett, mert már törölték. Ezt után gondol the guy. Na ez ad arra választ, hogy miért tartom sétőnek, hogyha valaki legyerekez. Mert ez egy 50 szintű rage game. Egy kisgyerek nem tud egy ilyen győzelmet aratni.
hogy legyőzze ezt a... ezt a fickót. Cirkuszi tápászban. Na itt már bold vicceket mond, itt... Kár, hogy nem hiszitek a Phoenix fát észre törni, mert ebben lenne okotok különösen sokat nevetni. Sabrina tini boszorkány. Hát ezt viccből hívtam így, mert itt Sabrinával kellett megküzdenem, aki pszichó pokémonokat használ. Aztán az I Wanna Be The Bossy, az ASU után 2019-es évének végjátszása. Amikor a legnagyobb győzelmet arattam. A 2019-es évben. Azért csináltam ilyen rövidekre, mert egy első pálya, aztán első boss. Mert ki tudja, mikor sikerül legyőzni egy bosst. Annyi Trilló. Hát amikor ütötte Trilló a gazdáját, akkor kiáltottam, adj neki, és hogy hogyan csináltam? Miért itt nézzük meg, megnézhetjük máshol is. Még egyszer. Mi van, kéne baszkozni? De hogy? Ez a bába. Mr. Chris. Mr. Chris, a kinyoga. Bábla! Biztos, te beszélj kultra. Ne ilyen kajatős fiat! Adj neki! Jó, akkor zsütti. Animében is lehet erre számolni. The Walking Dead, én is kipróbáltam. 18 pluszokat írok hozzá, mert itt nagyok a csúnya szavak. Minden sorkon. A tárgyalat ennen sor, de kúsz. De ugye akkor mondta azt a vicces tesz, hogy be volt kakálva. Úgyhogy I was pooped. Egy görcsön kaptam tőle. Az ott egy bassz teljesen hülye volt. A leghülyébb szemtanú volt. A Givel 2-t megjavítottam egy korábban még olyan 140 valahol volt, most 83. Na, a jelírás kihívás. Na, ilyenkor mondok bizonyos japán szavakat. Tehát ilyen jelírásokkal csinál végig, vagyis hogy nem fogok velük érteni semmit. Itt a gonosz ügyész Manfred von Karmát. Japánul. Mondok is párat. Az igen azt jelenti hi. A nem, általában sok jelentés volt, de mondok egyet. Ija. Kensatsu ügyész. Bengonin. Az ügyvédet jelent. Saibankan bíró, vagy ha úgy mondjuk, hogy angolban, hogy your honor, akkor meg Saibancho. Bizonyíték Shouko, ajándék Purezento. Hogyha azt mondja elfogadva, Yonin Saremasita. Egy pillanat,
Csotomatte ellenmondása Mujum Asztai óra Okidoke. Itt van olyan gyakori dolog, hogy a tiltakozás, ami angolban objection, ez a japánul, mindjárt meghalljátok, hogy mit jelent. Az ugye igirány. Néztem még szótározása is, de azt tudom, hogy úgy mondja, hogy igi. De hogy miért mondják, hogy igirány? De ha visszaállítom erre, akkor... Itt olyan tiltakozásokat lehet hallani, amit ügyvéd vagy ügyész mond. Viszont én japán végjátszással akarnám végigvinni. Igirány. Tehát amikor az észletői trilógiát fogom játszani, itt japánul fogok tiltakozni. Hogyha ügyvéd tiltakozik, de ha ügyész tiltakozik, akkor nem mondok semmit. Sajnos ezeket nem tudom rendesen elolvasni, mert kurva nehéz még japánul olvasni, főleg, hogy ilyen jelekkel. Nos, ami azt is illeti, hát van olyan finiszvált végjátszás is, úgy kettő, amire nem érkezett meg a angolsított verzió. Lehet, hogy kipróbálom azt is, de akkor előre kell megmondanom, hogy számolhatok ilyen jelírás kívásokkal. Abból semmi nem fog akkor érteni. A jeleket kurva nehéz megtanulni. Ultra Rage, két órát tartott legyőzni Sonicot, mert nagyon feldühített. Néhány támadása kurva aljas volt. Látjátok mit? Látjátok? Bizony, ez része nagyon kiverte a biztosítékot. Felháborító, hogy volt pofája ehhez. Felháborító, hogy ilyen aljas támadás, amit lehetetlen kicselezni. Ha ilyet csinál, akkor vége. Ki sem lehet cselezni. És most a győztes fény. Na ez így, mi ez a nagyon közel volt. Bocs, ez nem nagyon jutottam ki. Megvan.
Most csak két óva könnyebbültem meg. Na ezért hívtam Ultra Rage-nek. Na ez az, amikor megnyertem a Pokémon Ligát, ez az, amikor a legendás Pokémon győztem le. Ő a Pokémon Liga bajnoka. Te tudod, hogy ez mit jelent? Elmondom. Úgyhogy én vagyok a legerősebb tréner a világon. Hát ez tévedés, mert... Úgy van. A bajnok még nem jelenti azt, hogy a legerősebb. Mert a bajnoki címét kell megvédenie. Ezután Contra Blue. Na igen, 6-6 elleni a meccs, minden egyes alkalommal ahányszor megyem a bajnokságot. Na és, vagy azért kell megküzdeni. És nekem van alacsony szinten. What? Ilyenkor Jolt ilyen az utolsó. Akkor most nézzük végig, hogyan nyertem meg veretlenül. Már megint mi szezik? Ne is törődj be, Pikachu! Ügyes voltál. Pikachu nem tudja folytatni, Jolteon nyert. Jó van, Charizard, fejezd be! Na igen, első alkalommal történt ez. 50 szintes Charizard. És ennyi volt. Na így jöttem meg az Indigo Ligát. Viszont... Milyen hosszú ideje tartott legyőzni Mewtwo-t? Másikat Laprasznál. Ezután... Most Mewtwo-t találkozott, úgyhogy ezután kodta Mewtwo. Látjátok, 70 szintes. 70 szintes úgy. Az animében senki nem tudta legyőzni. Ha csak akkor azt jelenti, hogy légy volt a közelemben. Illetve... És milyen hosszú ideig tartott legyőzni? Zsavándi zsarolással. Nem jött! Most megy égre így. Már kb. 10 percig tartott legyőzni. A támadás iszonyú kegyetlen. Yes! Legyőztem Mewtwo-t! Látjátok, intelligencia kell az ilyesmihez. Egy újabb próbál még nem nevetni kihívást.
De olyat találtam ki, ami könnyen el lehet bukni. Itt kezdődik a második évad. Na itt csináltam meg a ezer dalmos puzzle-t. A top 10-eset újra meg kell csinálnom, mert teljesen dolgozni. Néhányat érvénytelenítetni kellett a Friends Adventure végigjátszások miatt. Még prezentációba is raktam, tehát így javítottam ki. Na itt van például kétféle vicc. Ne meg a mai specialitás egy ilyen... Ó, Phoenix Philly! Ó, Phoenix Philly! Ez viccnek is pontosan megfelelő. Én még olyan viccet adott, hogy knife to meet se. Ezt nem bírom meg úgy egyszerűen. A tűzomonal a Walking Deadben addig a legnagyobb rage. Mert olyan ellenséget kellett legyőzni, akit rettentően lehet gyűlölni. A Walking Dead második évben a leggyűltebb ellenséget kellett megölni a Kennynek. De úgy basztatta az agyomat, hogy nagyokat üvöltöttem. Nem vártam azt is megnézni, hogy hogyan. Ja, igen, már majdnem elfejtettem. A túlon túlból az egyik tag javasolta azt, hogy csinálok ebből reakció videót. Hát kritikát nem mondhattam erre, mert akkor tudjátok, mi lenne a vége. Igen, még csináltam Infinity Mode-ból maratont. Mert el akartam inni a 17 napot. De ez rengeteget kellett aludnom. Na itt sokat lehet látni inkább aludni. És nézzétek a 9. napot, hogy mi történt akkor. Látjátok, nem csinálok semmit. Kivárom, amíg az 1 HP-t eléri, és csak akkor kelek fel. Tudom, hogy ez elég unalmas tudám lenni, de máshogy nem lehet elérni a 17 napot. Itt jobb megoldás nincsen. Ha elfogyasztom összesen gyorsan, akkor vége. Akkor nem érhető a 17 nap. Magyarul próbáltam elkapni a szája, hogyan? Ahogy Mr. Bean is elkapta a cukorkát. Roman Kizontól számozik az ötlet. Elég. Na, így kapom el szája. Mr. Bean az igazi katasztrófa film adta az ötletet. Hogy elkapjam szája. Pizza evő ki, azt is csináltam. Na ilyenkor kezdődik az 1500-os pászlók. Hát gyűlöm ezt a majd. Hát a majd megedesszel felbaszta az anyamat. Mert ott támad, oda dobja a bananyjait, ahová nem kéne. Én bemutattam ezt a legkeményebb csatáj, de amiből 80, az első évadból. És melyik volt az Five Nights at Freddy's 20-20-20-20 mód, Sticky Keys, Rise Single Mix Avoidance, GLaDOS, Yukari Akumo, Honfoglaló. Amikor az minibanságot elértem. Hát néhányan nem fogtál fel, hogy mit akarok is, mit nem. De valakit ez egyáltalán nem érdekli. Márpedig aki nem fogadja el, hogy mire mondok nemet, azt nem tekintem rajongónak. Mert úgy veszem, hogy rosszat akar. Na itt magas nézettséget hozott a Fortnite.
Battle Royale. Nem értem, miért akarjátok, hogy Battle Royale-ra még egyet csináljak, hát ez... Ez talán számotokra nem unalmas, de akkor miféle... De miféle videójáték kommentátor lennék, ha csak olyat csinálnék is, és azt megismételem 100-szor. Mert túl sok végigjátszás van. Elfelejtették, hogy a Fortnite csak egy játéknak számít. De ha lenne pénzem, hát szívesen költenék rá, hogy kipróbálom a Save the World-ot. Assassin's Creed. Zétel, lényegtelen. Bla bla bla. Na, itt az év csatája. Ez után van a Cheatment. Ez keményebb, mint a Sogin csata, és több mint 10 órában tehet legyőzni a Cheatment. Úgyhogy meg is mutatom, hogyan csináltam. Ez a legbiztonságosabb hely. Persze, hogy nem volt kötelező megölnöm. De milyen játékos lennék, hogy nem tudnám legyőzni pasi. Dárgósival könnyebb dolgom lett volna. De azt akkor terveztem, hogyha kipróbálnám a Reach módot. Ez mondom, elég gyűlöni való. Oda dobja a banányait, ahová nem kéne. Szerencsém volt, hogy jó helyre dobta a banányait. Ha rossz helyre dobta volna, leszoptam volna. És mi volt annyira nehéz? Hát ez az UFO-s dolog. Még az UFO-k is ki tudnak nyílni, hogy csak rosszul esik rájuk. Meg ez a kibaszott szar. Én pontosan így győztem le. Tehát ez is olyan lesz, ami bekerül majd a... lesz talán keményebb csatáiban a második évadból. Na, ilyenkor készült az első S után bögre. Még most is van nálam. Ami a logom rá van írva. Na, amint láthatjátok, ezt már magyar nyelven csinálom végig a League of Legends-et. Azért, mert az angol ezióban nem tudtam belépni valamiért. Fatality, na, de egy érdekes reakciót találtam ki, de azt úgyis benne van a Best of One, úgyhogy hagyjuk. Jai Meggo is nagyon felidegesített. Bosszúval kurva nehéz megcsinálni. Aki jó taktikát akar ezzel elérni, azt próbáljuk ki. Ryu-val. És a második ez után póló, az a 4 arcos póló, ami mától már eladó. Ahogy a logós is. Mindig a logó weboldallal. Mert legközelebb már úgy terveztem, hogy saját arccal fog próbálni.
Ilyenkor vagyok a normális, itt vagyok a zseni, vagyis amikor a végigjátszást a legnehezebb szintén játszom. Itt negatív szereplő vagyok, tehát itt ördögi végigjátszásokat csinálok, itt pedig én vagyok az ördögi zseni. Egy érdekes egyensúly van ebből. Se ördögszav, se szemüveg, csak ördögszav, és mindkettő. És itt vagyok pozitív, és itt negatív. Bizonyítékok. Hát ez is egy példa arra, hogy nem csak nem én vagyok az egyetlen videójáték kommentátor, aki képes meglepetéseket okozni. Van félsebesség, Rich. Hát eléggé felbaszta az agyomat a sebesség. Te egy kívási csoki golyókat használtam. Hát mintha műzli tennék. Na, most már lehet csatlakozni is a csatornámhoz. Azért. A legnagyobb győzelmem az évben, úgyhogy ezt megnézem. Na, így kell kicserezni. Na, ez kurva aljas. De ugye ez ilyen fotelállalás, nem tudom kicserezni. Nagyon állam fel, hogyha közelembe jön. Megvan. Ezt meg hogy kicsit de egy esés. Bolt így kell csinálni. És újra. Gyorsnak kell lenni. Koncentrálj! Please! Megvan! Nem esne jó, csak ezt tudnám. Na ez volt a harmadik fázis. Jaj! Jaj! Please, Jason. Na itt volt az a balzs, hogy ne hagyd meg a vértől. Meg az a geci pól, aki a semmiből jön elő. Jó, hogy sem koncentrálj. Egy hibas sokba kerül. Pont úgy jövött, mint egy oroszlán. Hát igen, közel volt, hogy tűnik jól. Igen, most igen jön! Na, ez volt a legemlékezetesebb. Az öröm tombolás. Finálé!
Bizony, már gratulál, hogy én vagyok Basi. Azonnal gratulál, aki megy egy Total Average módban, Hard-on módban és You're Gonna Rage módban. Túl sokáig tartana végighallgatni, hogy mit énekeltem el, úgyhogy azt inkább nézzétek még a Best Of-ban. 75-ös nehézségű volt az I Wanna Be The Basi, ezért volt... ezért került sokába. Lássuk, mit írtak. Kösz! Kösz! Kösz, én vagyok a csatorna. Na, itt ér véget a Justice for All. Ebben a játékban nem lehetett legyőzni. Ezt valaki javasolta, azért csináltam meg. Ó, már egy gyorsan elértem a 135 megtekintést a top 10-essel. Na, ilyenkor kezdem az Eurotrackot. Na, ez is egy kurális rész. Grace, ezt már megcsináltam ezután a kettőn, ezért találtam ki, hogy angol végigjátszásot csinálom meg. Best of Things Fight. Na, ebből is csináltam ilyen viccesen, mert elég vannak benne bőven nevetni való dolgok. Na, ez is egy szuper teljesítmény. Az I Wanna Be The Basi mellett. 17 nap, 1 óra és 7 perc. És aki nem hiszi, hát ő még így. Már mutatom a bizonyítékot. Na, itt a bizonyíték. Bizony, 34 óra, ez igazi időben, ez a 17 nap. Bizony, egész karácsony kihasználtam arra, hogy elérem valahogy a 18. napot. Öt, hogy összejön a 17 nap. Mert maximálisan csak 17 napos túlélhetsz. Ezért terveztem úgy, hogy elérem azt a 17 napot bármi áron. És utána vágtam bele a Dead Rising 2 Off The Record-ba, de ott azért beszélek angolul, mert az eredetit már megcsináltam. Úgyhogy miért csinálja meg a remake-et? Magyarul megcsináltam angolul. És már belekezdtem a Trials and Tribulations-be is. Jó, akkor még nézzünk meg valamit. Megjegyzéseket nézzük meg. Olvassunk el pára belőle, valószínűleg spam. Good job, kid. Ez az, így tovább. Nem akarsz YouTube barát lenni? Hogy ne álljak le. Izgalmas, az biztos. Ment a like. Best of-ért. Mikor lesz a következő videó? Én kösz, te vagy kérdőncöm, köszi. Nani Nuan, viccek ezt után ból. Esítem az én... Hát, főzős videóban nem reménykedik, én nem vagyok egy ügyes főzős. Mit akartok? Mit főzzek? Talán vislit? Az tök unalmas. Hát meg ki a fenét érdekel?
Szakadtan, legalább valaki szakadt a nevetéstől. Te vagy a legjobb, köszi. Wow, no me dos cite. Hát én nem tudok spanyolul. Gyorsítva és összeválva. Hát én olyat nem tudok csinálni sajnos. Hát gondoltam én is, hogy Sony Vegas Pro kipróbálok, de... De a vágóprogram az jó a YouTube is. Viszont nem voltam szartanuló. Nekem játék, viszont játék volt nekem az egyetem. Hát ez a te, vagy ott, ha nem bírod az idiótákat. Hát nem maguk tovább idiótává az ember. Hát igen, az egyes az egyetem Magyarországon, de elfelejti, hogy Szlovákiában. Az egyes az kitűnő. Pedig még megmondtam, hogy az ötös náluk jó jegy és az egyes rossz. Náluk meg az egyes jó és az ötös a rossz. Te vagy a legjobb, kösz. Naj. Melyik spanyol néz engem? Te vagy a legjobb. Na, sok milyen megjegyzéseket itt erről? 1500 darabos pászolók kirakás. Igen, még itt is handol kell szudános pólót rendelni. És én már kértem neki, hogy jön a 10-én, majd kész lesz. Mert beszélek van a 10-án, aki jövőre fogja csak elkészíteni. Beszólnám, hogy mindenféle fasságokat írkálnak nekem. Az ő meg Krisztán még több a medálynak esse. Hát, meg lehet. Lássuk, mit írtok. Én a 3 liter tél kihívást akart. Na, erről beszéltem. Ő nem fog meghalni se egy rajongó miatt se. Engem még nőkre sem lehet rávenni. Ráadásul. Már láttam egy videót, aki 4 liter ilyattal megívott is. Hány tőle? Én meg utálok hányni. Meg van bizonyíték rá, hogy a 3 liter energiaitaltól meghalsz. És senki miatt nem fogok hányni. Anyás, annyira megalázó. Folyton előveszem a fogkefét, aztán veszed a szájomba így, és kihányok mindent. Nem bírom el sem, hogy rosszul vagyok. Nekem az jó, hogyha minél kevesebbszer hányok. Nem, és értem, hogy ezt miért írják ide. Nem tudják felfogni, hogy mire célozok ezzel kapcsolatban? Hogy nem, arra céloztam ezzel, hogy nem lehetetlen, hogy 3-1-től meghalljak. Hát igaz, hogy 2-1-től nem haltam meg, mert hittem benne, de azért tudniuk kellett volna már, amikor 12 perc alatt megittam azt a 2-1-t, hogy nem bírnám kiinni. Hogy jobban tették volna, befogjátok a szátokat. Ugye nem írtok egyszerűen semmit. Bizony, nem érdekel. Meg megint akartak volna a kukorica kihívást, de hát tényleg nem lehet kukorica kihívást rendezni. Mert aztán Facebookon is akartak írni.
Benned van az X. Köszi. Na akkor térjünk rá a Facebookra is egy kicsit. Hogy az Eszután csatornán mi folyik. Szóval embert értek el, és a hamcámat aktivitást váltottak ki a héten. Lássuk, mit írtak ki a Messengeren. Valaki szeretné, hogy fifázzak. Valaki alma kihívást szeretne rendezni. De valaki nem akarja felfogni egy jövőre. Vagy igazolta, próbálj ki a PUBG Lite-ot. Meg aztán de pólót is, póló miatt is kéne. Nagyon kis szerintem videóidat, és szoncukor ebből kihívásos videó is nagyon jó lenne. Hát majd meglátjuk. De voltaképpen. De hát sajnos már megették a szoncukrot, úgyhogy majd talán a következőben. Hát már rég, egy valaki már régóta nem ír a bögre miatt. Valaki már akar Battlefield-es videót, hát üzenem neki, hogy majd ha eljön az ideje, majd az is jön. A Battlefield 2. De azt mondtam, hogy az 32 bitre működik, ezért nem csinál a Battlefield 2-t. Meg a Body Trapland, az is 32 bitre működik. Kedvenc youtuberem még váltál. Ne adjam abba, tehetséges vagyok. Nagy youtube leszek. Köszi. Üzenem, hogy köszi. Lássuk még mennyi. Hát vele tárgyaltam a legtöbbet, úgyhogy inkább azt nem is olvassuk el. Mindegy, nem érdekes. Majd ez jövőre majd sokasodni fog. És lássuk milyen a grafikon. Már 8328 követő van. Körülbelül így növekszik a megtekintések száma, már előtte még itt a 2000 is, de ennél magasabb is volt még úgy szeptemberben és októberben. De most valahogy már megint elkezdett süllyedni. Hát csak ilyen szentéket tudok keresni mostanság. Pedig már csatlakozni rá nyugodtan lehetne. A feliratkozók száma vagy így növekszik. Nézés idő meg ilyen. 66. Ha itt veszük átlagba, hogy 70-et beszózzuk 60-nal, akkor az úgy 4200 perc. Hát pedig az nem jó teljesítmény, ha ilyen teljesítmény nem lehet túl sok pénzt keresni. Lássuk, írt valaki a szupercseten. Ja, ezek biztosan. A Premierből vannak. Azt hiszem már... Dolgozz, hogy tartott így is, úgyhogy ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok egy lájkot. És a következő videót január 1-én fogom elkezdeni egy évadnyitóval. Úgyhogy mára búcsúzom, boldog új évet mindenkinek!